Megint lyukra futhatott Hatházi Ákos, írja a Magyar Nemzet. A független országgyűlési képviselő nemrég a diákoknak ingyenesen kiosztott 140 ezer notebook miatt támadta a kormányt. Szerinte elavult és gyenge gépeket osztogatnak az iskolákban. A Klebersberg központ elnöket száfolta az állítást. A laptopként is használható notebookok a tanulmányi elvárásoknak maximálisan megfelelnek.